ötös mai beszélgető társa, Kunce Gábor. Mint Herman Robert történész, SMS-ben az egyik telefonszámról kaptuk a következőt. Mitől fél műsorvezető úr, talán megbünteti a gróf urat a bolondok gyülekezete az ORTT? Kornél írja. Hát nem a gróf urat büntetné meg, mert azzal én ellennék, hanem minden valószínűség szerint a rádiót, az meg akkor nem lenne el velem, úgyhogy továbbra se olvasom föl. Bár egyre nagyobb a tömegigény egyébként az interneten, a műsor figyelemmel kísérők egyre másra kérik szintén a verset, és azóta már ugye megjelentek Zicsi Mihály erotikus rajzai, mint hivatkozás. Hát mondjuk szó se róla, beleillik a témánkba, és hát most már irodalmi idézeteknél tartanak a egymással csetelők. Szóval a további történetnél tartottunk, és ott, hogy Dezsőfi írogatta a leveleket, és egyébként 49-ben szigorú megtorlást kért. Így van, hát ugye egész listákat mellékelt, hogy ki mindenkit kéne elítélni. Ugye voltak halálra ítélendők, ezek között az élen szerepelt Kossuth, Batthyány Lajos és mások. És voltak azok, akiket hát hosszú időre be kéne vonni, illetve hosszú időre ki kéne utasítani a birodalom területéről. A halálos ítéleteket többek között azzal ajánlotta, hogy akit egyszer kivégeztek, az már biztos, hogy nem fog visszatérni. Ami hát azért mondjuk nem volt szép dolog a legenyhébb megfogalmazással sem. Azt hiszem viszont, hogy az a fajta megtorlás, ami bekövetkezett, az az ő minden képzeletét is felülmúlta. Tehát ő azt gondolta, hogy mondjuk a politikai ellenfeleit kell eltakarítani az útból, itt viszont hát egy ilyen teljes tisztogatás következett be a magyar politikai elit, illetve a katonai elit tekintetében. Hát ezt ugye tudjuk, hogy több mint, vagy körülbelül 140 kivégzés, több száz bebörtönzés, több ezer besorozás és így tovább. De azért ez is mondjuk jellemző szemlélet, hogy a politikai ellenfeleimet akassza már föl valaki, mert nem bírok velük, a többi az nyugodtan el lehet. Hát ez máig ható tulajdonképpen. Mondhatnám, ha én mondanék ilyeneket, de eszembe nem jutna magam. Igen, igen. Hát ugye ennek azért voltak hagyományai a magyar történelemben, gyakorlatilag az ország kértészakadása óta, tehát 1520. Korábban is volt rá hát igény. Hát egy kis felnégyelésre emlékszem. Igen, korábban is volt rá igény. Csak korábban egybe volt az ország. Na most, ugye Dezsőfi és az elbarátai arra számoltak, hogy akkor ők kerülnek döntési, illetve kormányzati pozícióba, de az új osztrák centralista hatalom, ez nem kért az ő tanácsaikból sem, tehát gyakorlatilag ugyanúgy a partvonalon kívülre kerültek. Nagyon érdekes viszont, hogy Dezsőfiből az 1850-es években a Magyar Tudományos Akadémia elnöke lett, tehát ugye ez a stílus bravúr, ez hozzá kell tenni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyik leendő elnökének a tollából került ki, és akadémiai elnökként viszont nagyon védelmezte például az akadémiának az autonómiáját, és nagyon sok mindent tett azért, hogy az emigrációba kényszerültek, azok haza jöhessenek és részt vehessenek a hazai közéletben, tudományos életben, az irodalmi életben és egyebekben. Tehát addigra rájött, hogy ugye az ellenfél az máshol van. Az Andrássy sorsa sem kevésbé érdekes. Róla már említettem, hogy emigrációba került, egészen 1858-ig ott élt. Ugye távol létében 1851-ben Bitófára szögezték a nevét a pesti újépületnél. Másokkal együtt, ugye Kossuth, Perccel, Szemere és a többiek, ez a mai TV székháznak a helyén történt a dolog. Tehát volt ellene egy érvényben lévő halálos ítélet, bolond lett volna természetesen hazajönni. 58-ban viszont miután letette a hűségesküt, Ferenc Józsefre hazatérhetett, és 1860-61-ben már bekapcsolódott a politikai életbe. A 61-es országgyűlésen a Deák-féle felirati pártnak volt az egyik jeles képviselője, és hát 65-67-ben pedig egyértelműen ennek az egyik vezetője, és 67-ben ő lett a miniszterelnök, majd pedig az 1870-es években több éven keresztül ugye ellátta a közös külügyminiszteri, kvázi birodalmi miniszterelnöki pozíciót, ahogy Diószegi István, az Andrássy életének a jeles kutatója írta, a honvédő nagy odaülhetett Metternich asztalához. Gyakorlatilag ő volt az a magyar politikus, aki a közös monarchia idejében szinte a legmagasabbra vitte ebből a szempontból. Egy olyan személyiség, akit egyébként, hát ugye alig másfél évtizeddel ezelőtt még halálra ítéltek. Sőt, hát ugye Sziszi kapcsán egy másik történetben is felbukkan a neve, amiről most nem fogunk persze beszélgetni, azt sem tudom egyébként, hogy annak mennyi alapja. Hát nagy valószínűséggel semmi, de nagyon jól hangzik a dolog. De beszélgetni jól esik róla. Még érdekesség, hogy
Aztán Dezsőfi és Andrássy itt a kiegyezés előkészítésében már működtek együtt is egymással, bár Dezsőfi nem élte meg, mert 66-ban végül is meghalt. Igen. Hát ugye a konzervatívok már az 1850-51-ben elkezdenek ebben az ügyben valamit mozogni, de akkor még egyértelmű elutasítás a részük. És amikor 1859-ben az észak-itáliai hadjárat a Solferinói vereség után súlyos pénzügyi és hát politikai válság alakul ki a birodalomban, akkor megint előre lépnek, és Ferenc József akkor már hajlandó számukra némi kormányzati pozíciót is adni, illetve az ő elképzeléseik alapján dolgozzák ki először az októberi diplomát, majd pedig a februári pátenst. Amikor ugye nem jön össze ez a fajta konzervatív, hát kiegyenlítési kísérlet, a 60-as évektől kezdve újabb és újabb memorandumokat adnak be, és úgy tűnik, hogy ezek azért játszottak némi szerepet, például a Deák-féle kiegyezési tervezetnek a megszületésében, tehát az, hogy a közös ügyeket milyen módon kell rendezni a monarchiában, mi az, ami Magyarország szuverenitásához, mi az, ami Ausztriáihoz, és mi az, ami pedig az uralkodóhoz, illetve a központi vezetéshez tartozik. És ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy itt a két program közös elemeit sikerült annyiban egyesíteni, hogy aztán 67-ben létrejöhetett ebből a kiegyezés.